Parasz. Ugrasz, amikor figyelj, ugrasz, amikor kiengedi, akkor teszek oda. Az olimpiai bronzérmes egykori kiváló salgótarjáni boxoló Botos András adja az utasításokat ökölvívójának, Botos Károlynak. A 9. Botos Box gálán számos junior, ifjúsági és serdülő összecsapást rendeztek Salgótarján főterén. A ringben több utánpótlás válogatott bunyós is megmutatta box tudását. A szabadtéri boxgála névadói a korábban az SBTC-ben boxoló Európa-bajnoki bronzérmes Botos Tibor és unokaöccse az olimpiai bronz és Európa-bajnoki ezüstérmes Botos András voltak. A régiós központ rendezi, és annak a keretén belül van egy ilyen pofonparti szerűség, és elnevezték Botos gálának. A Botos gála annak idején ez tényleg gála volt, művészek léptek föl, régi öreg boxolók is boxoltak egymással, de igazán gála volt szószoros értelemben. Az ifjúsági magyar válogatott boxoló Botos Károlya nála 7 kg-mal nehezebb 71 kg-os kecskeméti Szőnyi Martinnal csapott össze. A mérkőzés előtt egy taktikus bunyót tervezett bemutatni a Botos András Box Akadémia versenyzője. Ugye ő alacsonyabb, izmosabb, szerintem gyorsasággal, erővel nem, mert ugye sokkal erősebb tőlem súly miatt is. Hát próbálom gyorsasággal megelőzgetni őt, aztán távol tartani, távolról boxolni. Ez a terve be is jött a piros sarokban az utánpótlás válogatott ökölvívónak. Botos Károly szépen és taktikusan boxolt, több ütés kombinációja is betalált, és rendre jók voltak a megelőző ütései. Így Botos Károly, akinek a példaképei között ott van két nagybátyja is, egyhangú pontozással győzött. Mind a ketten többször magyar bajnokok, Botos András olimpiai harmadik, szóval ez már csak példakép családban. Aki úgy tényleg nagy nevet akarnák idézni, Mohamed Ali, ugye az volt a hasonló stílus kép is, amit én szeretek, hanem őt próbálom úgy utánozni, vagyis ő a nagy kedvencem. És hogy edzője szerint miért is válhat kiváló bunyós Botos Károlyból? Ügyes, jó, nagyon jó szeme van, hát fizikálisan kell neki fejlődeni, de technikai képzett és nagyon jó, ügyes versenyző. Hát fizikálisan tudjuk ezt fejleszteni, azt lehet fejleszteni, akkor nem lesz semmi probléma. A salgótarjáni boxese ökölvívói jól szerepeltek a versenyen. Berki Bianca, Olá Géza, Botos Dávid és Danyi Dániel győztesen hagyták el a szorítót, Molnár Bence döntetlen ért el, míg Bada Adrián kikapott. Az agyvapáfalvai Olá boxese fiú ökölvívóinak nem igazán sikerült jól a gála. A mérkőzéseken elsősorban a kondícióval akadt gondjuk. Az 52 kg-os junior válogatott Olá Krisztián elveszítette a meccsét Horváth Dávid ellen. Edzőmtől azt a utasítást kaptam, hogy ballal fogadjam meg, és onnan kontrából üssek neki bal jobbat. És próbálkoztam, valamikor összejött, valamikor nem. A legjobb boxolónak a gálán az Egri sportiskolása versenyzőjét, Szöllősi Áront látták a pontozó bírók. Mondják, hogy az ökölvívás az a sportág, ahol kevés anyagi ráfordítással, rövid idő alatt is jó eredményeket lehet elérni. Ez a sportág ez visszaadja a maga szépségét, oda kell figyelni, szorgalmasnak kell lenni, szeretni kell azt a sportágat, akkor nem lesz semmi probléma. A Botos Box Gála régiós utánpótlás verseny után a közelgő országos bajnokságokra kezdik meg a felkészülést a bunyósok.